Milyen tisztelt publikum, itt vagyok Kakas, Budapestről, a Gyönge Spotról, a placunk mellől, most pedig az Ubik Eclectic Fesztiválra próbálunk elvezényelni titeket. Mi szervezzük, Bohemian Betyár örök fellépő, köztes számokat pedig a Cabrio Embryo nevű formáció szolgáltatja. Oh, mi muzsikus lelkek! Hát mélyen tisztelt publikum, lassan kapuzárási pánik van, vagy kapunyitási pánik itt az Ubik Eclectic Fesztiválon. Kicsit körbevezetlek titeket, hogy merre és merre kell, mit kell tudni itt az előkészületekről. Itt vagyunk a Takatuka Stage előkészületeim. A 32! Jó napot kívánok a Deepfield Stage-nek! Hogy érzitek magatokat szép így? Szép szabadság, szép szabadság! Fél órával a kezdés előtt. 4 előtt 20 perc. Dunaparton 40 fok. Kicsit hasonlít Miamihoz, ott van a kis sziget a távolba. Itt vannak a szép lányok, akik felkészültek a hangszinfóniára. Mi az álmod az Ubikkal? Az álmom? Hát az az, hogy valahogy mindenki találjon egy olyan szerepet, amiben egy másban. Mi a te szereped? Én hát az őrült kakas. Aki minden reggel kukorékkal, aki, nem tudom, próbál mindenkit bele rángatni a saját hülyeségébe, mert felesleges. Álljunk fejre, hogy szépnek látni az életet. Mit nekünk a pénz és mit nekünk a szeretet, mit nekünk a több, mi beérjük a keveset, mit nekünk az ország, mit nekünk a haza, ha sehol nem jó, sehol nem fasza, értelmem a nézeten, örömöm a kövön, nincs amit szentem, fekszem a padló kölön, és arra a képnek a pikletet a festő, kokolba másztam, egész a festőn. Szóval üdvözlök mindenkinek, ez itt a Bohemian Betyárs rendhagyó koncertje a második Ubik Eclectic nemzetközi összművészeti Art Camp művésztelepe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ez a szer maradt, ami megtanít élni a föld alatt. Ez a szer talán, egyszer talán átenged törni a test falán. Ez a szer maradt, ami megtanít élni a föld alatt. Ez a szer talán, egyszer talán átenged törni a test falán. Gyorsan, nem szabad gondolkozni. Reggae vagy metal? Metal. Unikum vagy pálinka? Úristen, pálinka. De ha boltba kapható... Vanilla vagy csoki? Csoki. Vagy hurka? Hurka. Hegedű vagy örök boldogság? Pálinka. Amúgy hegedű. Mitől voltál szomorú az életedben eddig? Hát... Szerintem mondjuk csajok miatt voltam legszomorúbb egyébként. Na ez bazd meg! Nem hiszem el!